Szent Iványi István, a liberálisok részéről a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye önt általában akkor hívjuk ide meg, hogyha valamilyen külpolitikai jellegű témában kell egy jó szakértőt hívnunk, vagy szakembert hívnunk. És akkor legyen olyan kedves, segítsen nekünk, mondjuk ez összefüggésben van a külpolitikával, meg a gazdasági külpolitikával, hogy hol lehet az igazság? Mármint most a magyar-kínai kapcsolatokat érintően. Az ellenzék azt mondja, hogy ez egy nagy hülyeség, ennek semmi, nem az, hogy értelme nincs, csak nagyobb a füstje, mint a lágja. Erre Varga Mihály is ugye már exponálja magát, érthető módon ugye ebben az ügyben, és azt mondja, hogy a legtöbb nyugati vezető hatalom szoros gazdasági kapcsolatban áll Kínával, de ezt tudjuk is, meg Oroszországgal. Az ellenzéki hangadók, mint például önök, már igen, nem írja igen. oda Varga Mihály, hogy meg a liberálisok, csak hogy önök is ellenzékiek. Szóval az ellenzéki hangadók véleményével ellentétben olyan a helyzet, hogy Magyarország akkor követne el óriási hibát, ha nem próbálna meg Kína és orosz üzleti lehetőségeket keresni. De hogyha ez így van, önök ennyire az ország ellen akarnak menni, nem akarják szem előtt tartani az ország gazdasági érdekeit? Ez egyáltalán nincs így. Tehát természetes az, és mi is támogatjuk, hogy legyenek észszerű, racionális gazdasági kapcsolatok Magyarország-Oroszország, Magyarország-Kína, vagy bármely ország között. Az értelmetlen beruházásokat utasítjuk el. És itt a magyar-kínai kapcsolatoknak legnagyobb problémája ez a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, ami minden számítás szerint teljesen értelmetlen a mi szempontunkból. Az értelmetlenség minden számítás szerint mit jelent? Na, elmondom. Tehát ez azt jelenti, hogy ez minden hatástanulmány szerint több száz, esetleg több ezer év alatt megtérülő beruházás nekünk, magyaroknak. Kínának ez egyértelműen érdeke, hiszen ez a vasút, ez azt a célt szolgálja, hogy a kínai áruk gyorsabban és olcsóbban jussanak el a piacra. Milyen pénzekből finanszíroznák ennek a vasútvonalnak a megépítését? 85%-ban kínai hitelből. Igen, ám de ez hitel. Méghozzá a korábbi hírek szerint 4%-os, azaz a nemzetközi piaci hitel jóval magasabb kamatozású. Most azt mondták, hogy a kamatok változtak, de nem láttunk még szerződést, tehát nem tudjuk, hogy most milyen kamattal adnak. De nem véletlen, hogy az Európai Fejlesztési Bank, amelyik egyébként 2%-ra ad hitelt vasútfejlesztésekre, ezt nem hajlandó támogatni, mert nem látja értelmét. Pedig azzal, mármint hogyha azt a hitet vettük volna igen. fel, mert hogyha ők ezt jónak találták igen. volna, akkor jobban járt volna Magyarország. Hát mindenképpen, mert ugye a 2% és a 4% fele lett volna. Van különbség, így van. De ők is úgy ítélték meg, hogy ez európai érdekeket igazán nem szolgál, mert nagyon kevés áru menne Európából Kína felé ezen a vasútvonalon, viszont sokkal több jönne. Ugye a Pireus kikötőjét megvásárolta egy nagy kínai állami vállalat, és az lenne az egyik nagy elosztó központ, ahonnan vasútvonalon jönne föl egészen Magyarország, igen. illetve tovább. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan giga beruházás, amely a mi szempontunkból soha nem térül meg, de nekünk kell finanszírozni 100%-ban gyakorlatilag. Lesz mondjuk némi túlzása, mint egy ilyen új Selyem útvonal, nem? Úgy is hívják. Tehát eredetileg, amikor meghirdették, akkor az volt a neve, hogy hát, új Selyem út. Most az a neve, hogy egy jöv, egy igen, út, de ugyanarról. Az működött? Én úgy emlékszem, hogy igen, nem? Az eredeti Selyem igen. természetesen működött. Hát akkor nem lehetséges, hogy ez is fog működni? Csak most azt gondolják önök, hogy valami miatt nem fog működni. Ez nem azt gondoljuk, hogy nem fog működni, hanem azt gondoljuk, hogy nem nekünk fog hasznot hajtani. Uh-huh. Tehát Kína szempontjából ez egy nagyon racionális Na jó, de mi van akkor, hogyha a magyarországi vállalkozások és ugye a két országnak az együttműködése kapcsán egy csomó ember mondjuk feleszmél, és rájön arra, hogy hoppá, hát nekem ezen a vasútvonalon kellene eljutatnom az áramot mondjuk Kína irányába. És tudnék szállítani, nem tudom én, tamagocsit, bort, lisztet, nem tudom én. Igen, hát ez nagyon jó lenne, így lenne, de ez nem egy reális várakozás. Mert a távolság miatt, a magyarországi vállalatoknak a felépítése és a struktúrája miatt nem vagyunk igazán alkalmasak arra, hogy tömegesen, jelentős mértékben megjelenjünk a kínai piacon. Ugye a magas technológiai cégek tudnak csak megjelenni, mert olcsó áruban, teljesen el van látva Kína, azzal mi nem tudunk színre lépni. Az önök pártja tulajdonképpen, hogyha kormányoznak, ha jól értem, ugyanúgy megtartaná a magyar, sőt, szorosabbra fűzni a két ország közti gazdasági kapcsolatot, csak mondjuk nem építenék meg ezt a vasútvonalat. Erről van szó, tehát az észszerű gazdasági kapcsolatokat támogatjuk. Rendben van, megértem. Ha viszont a két ország gazdasági kapcsolata egyre szorosabbá válik, és felmerül ugye az önök részéről az, hogy gyerekek,
nem tudunk most már hatékonyan működni, szállítani, a logisztika problémákat vet fel, akkor a vasúton kívül milyen egyéb más megoldása lenne önöknek? Hát alapvetően eddig is a hajózás volt a fő szállítás után, és valószínűleg ez marad a hosszú távon is, tehát van és létezik ennek alternatívája, meg vannak vasúti kapcsolatok más kikötőkhöz is. Ez a kikötő, amihez ez kapcsolódik, a Pireus, ez egy kínai kikötő, kínai tulajdonú és kínai elősztóközpont. De hát Európában számos más kikötő van, elérhető Kína. Jó, menjünk tovább, mert ugye itt az Emiliával említettük azt néhány perccel ezelőtt, hogy nagyon sok területen, sok esetben hasonlítjuk Magyarországot össze ugye V4 országokkal. Hol van most az igazság körülbelül gazdasági értelemben, ha nem is politikai, de gazdasági értelemben, mit kívánnak az érdekek, az, hogy ennek a V4-nek még jobban kellene működni, vagy mondhatjuk azt, hogy ezek a kötelékek lazulhatnak? Ezek a kötelékek lazulnak sajnos, nekünk az lenne az érdekünk, ha ezek jobban működnének. De miért? Megmondom, mert a V4 alapjaiban egy nagyon jó érdekérvényesítő platform. Ez volt sokáig. Na de németek európai... meg erre azt mondják, hogy ők nem is értik, hogy egyébként mi szükség van a V4-ekre. Szükség van, mert vannak bizonyos közös érdekek. Ez korábban is kiderült. Például az Európai Uniós költségvetési vitákban nagyon jó volt, hogy együtt tudott föllépni a korábbiakban a V4-es országok, és időnként csatlakoztak hozzájuk mások is. Románok, szlovénok, mások, akinek szintén hasonlóak az érdekeik. Tehát ez egy erőcsoport volt. A németek egyébként nem véletlenül nem szeretik, mert számukra ez egyfajta kihívás volt. Ugyanakkor ma azt látjuk, hogy a V4-en belül nagyon komoly repedések jelentek meg. Ma már a szakértők egyre inkább arról beszélnek, hogy ez már nem is V4, hanem V2 plusz 2, tehát van egy magyar-lengyel blokk, és van egy cseh és szlovák blokk. Az alapvető különbség az, hogy még a magyar-lengyel blokk az számos kérdésben élesen szemben áll az európai vezető országokkal, Németországgal, Franciaországgal. A csehek és szlovákok inkább velük szeretnének együttműködni. Tehát amikor most arról van szó, hogy Európa reformja, vagy Európa nagyszabású átalakulásának terveiről folyik a vita, akkor láthatóan Csehország és Szlovákia már nem velünk, vagy nem velünk, hát nem a magyar és lengyel kormánnyal azt mondanám, hanem inkább Merkellel, Macronnal érte. Igen, de ez tudja mindig olyan, mert nyilván ön is nagyon sok hétköznapi állampolgára, választópolgára beszélget, egyáltalán nem érdekli őket, nem is érint őket meg, amikor a V4-ek szóba kerülnek, vagy ez a kétsebességes Európa, hogy erre most szükség van, vagy sem. Visszakanyarodhatok egy kérdés erejéig még erre a magyar-kínai együttműködés, vagy gazdasági kapcsolatra? Nevezetesen arra, hogy az Uniónak mondjuk a fejében, tehát tényleg szó szerint a fejében miért fogalmazódik meg az a kérdés egyáltalán, hogy olyan, mintha hátba szúrták volna őket azért, mert Magyarország el akarja mélyíteni a gazdasági kapcsolatát Kínával. Itt arról van szó, és ez most egy egyre erősebb felismerés Európában, hogy Kína stratégiai pontokat szerez, és megosztani kívánja az Európai Uniót. Tehát emögött egy hatalmi politikai törekvés is van. Ez nem pusztán egy gazdasági együttműködés. De a politikai törekvés az majd hosszú távon hogyan fog beérni? Hát bármikor beérhet, hiszen hasonló az érdekében. De mi a céljuk? Elmondom. Akkor inkább így kérdezem. Tehát a céljuk az lehet, hogy nyilván a világ gazdaságban van egy nagy verseny. Három nagy erőközpont látható, az Európai Unió, Egyesült Államok és Kína gazdasági erőközpont. Közöttük gazdasági verseny is van. Nem mindegy, hogy az Európai Unió szabályozása milyen irányban halad. Az Európai Unió milyen viszonyt vesz fel, hiszen Kína egy exportáló ország, hogyha az exportját korlátozzák, az nagyon érzékenyen érinti. Fontos neki, hogy legyenek szövetségesei, fontos neki, hogy bent legyen, és stratégiai ágazatokat foglaljon el az Európai Unión belül. Ez egy nagy játszma, azt mondhatnak. Egy nagyon nagy saktábla van előttünk, amin lépegetnek a szereplők, és ebben Kínának nagyon fontos hídfőállás lehet. Nem csak Magyarország, hát nem véletlenül, hogy ez 16 kelet-közép-európai országról szól, itt meg akarja vetni a lábát. Hát igen, de ez Szijjártó Péter azt mondta, hogy ez nagyon jó lesz Magyarországnak. Én nem gondolom ezt. Tehát az, hogyha itt kínai cégek ide települnek és innen kereskednek, az önmagában jó lehet. Ezzel nincs baj. De ha minket úgy tekintenek Európában, mint akik meg akarjuk bontani az európai egységet, és mi kínai idegen érdekeket szolgálunk, és nem az európai érdekek szemszögéből közelítjük meg a kérdést, az már egyáltalán nem jó. A Magyarország kormányát ön úgy látja, hogy úgy működik, hogy Magyarország vagy európai érdekeit jelentsen ez bármit, klasszikus értékeket, kulturális értékeket, vallási értékeket, hogy ezt nem akarná szem előtt tartani? Hát nekem is vannak kétségeim, de ez sokkal fontosabb, hogy mit gondolnak az európai partnerek. Tehát az európai partnerekben ez egyre komolyabban fölmerül, hiszen a Magyarországnak a magyar-orosz kapcsolatok szorossága, a magyar-kínai kapcsolatok szorossága miatt van egy olyan imázsa, egy olyan képe, hogy
hogy nem lehet tudni, hogy hova tartozik. És hát igazából a miniszterelnök jelentéseit hallgatjuk, akkor abban is ez benne van, tükröződik ez. Ő azt mondja, hogy Asztanában jobban érzi magát, mint Brüsszelben, hogy a keleti a jövő, a nyugat hanyatlik. Tehát ezek a kijelentések mind arra utalnak, mintha Magyarországnak nem lenne világos az identitása, hogy mi a nyugat része vagyunk. Mi nem keletiek vagyunk, mi nyugatiak vagyunk. Az a baj, mert lejárt az időnk, de csak nagyon röviden kérem, hogy válaszoljon. Igen. Mert van itt még egy téma, hogy a 444.hu-hoz eljutott egy nyílt levél, amelyben a volt német pénzügyminiszter azt kéri az unió vezetőjétől, hogy teljes egészében függesszék fel az uniós támogatások kifizetését Magyarországon, hát Magyarország irányába. Mert ugye kicsit olyan, mintha megunták volna a lopást, amire kintről ezt így látják. Ezzel nem értek egyet, és ez nem is fog bekövetkezni ebben a formában, viszont arra oda kell figyelnünk, hogy most indulnak meg a tárgyalások a 2020-2026 közötti 7 éves pénzügyi ciklusról, és ott már komolyan fölmerül, hogy összekötik a támogatások folyósítását a jogállamiság és az emberi jog és a demokrácia kritériumokkal. És erre Magyarországon nagyon oda kell figyelni, mert az viszont megtörténhet, hogy 2020 után sokkal kevesebb pénzhez jut, mint most. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.